Az EFOP 3.1.6.16 pályázatban a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat megyei gyógytestnevelés munkacsoportjának lelkes és szakmailag felkészült pedagógusai vállaltuk egy home training kidolgozását ötféle deformitás kezelésére szolgáló gyakorlatokkal, amely nem csak a gyógytestnevelés tanító pedagógusok szakmai munkáját teheti eredményesebbé. Olyan egyszerű gyakorlatsorok összeállítását láthatják az elkészült filmeken, amelyek a fokozatosság elvét betartva, a bemelegítéstől a fűrészen át a szervezet levezetéséig segít mindazoknak, akik időt és energiát szánnak önmagukra, családjukra, munkájukra és az egészségükre. Ebben a filmben a Sójerman féle kifózis ellenható gyakorlatokat mutatjuk be. Ez egy serdülőkorban jelentkező gerincbetegség, leggyakrabban a háti gerinc több csigolyáját érintve alakul ki. A betegség pontos oka nem ismert. Kialakulásában és lefolyásában három szakasz különíthető el. Kezdeti szakaszban 8-10 éves kor között a rossz testtartás, a háti görbület kismértékű fokozódása, gyenge izomzat jellemzi, de a gerinc mozgása még mobilis. A második stádiumban 12 és 18 év között megjelenik a mozgásra erősödő fájdalom. Fokozódik a gerinc háti görbülete, a vállak előre esnek, a nyaki homorulat nő és a gerinc fokozatos elmerevedése jellemzi. Kísérheti gerincferdülés, jelentkezhet mellkasi fájdalom, mely akár légzési nehézségeket is okozhat. A harmadik stádiumban a növekedés befejezése után a háti deformitás végleges marad, szövődményei a későbbi életminőséget ronthatják. A diagnosztikai eljárások közül röntgenfelvétellel mutatható ki a betegség. Ellátása komplex kezelést igényel. A szakszerű ortopédiai ellátás mellett fontos a korai felismerés, a súlyos deformitás megelőzése, amelyben a testnevelő és a gyógytestnevelő munkája nagy segítség. Feladatunk egyrészt a feszesség oldása, a mozgásterjedelem megtartása és növelése lazító-nyújtó gyakorlatokkal, figyelmet fordítva az óvatos végrehajtásra. Kiemelten fontos a görnyedt testtartás ellen ható korrekciós gyakorlatok végzése. Itt a tehermentesített helyzetben végzett izomerősítésen van a hangsúly a gerinc védelme érdekében. A hátizomzat erősítése során ügyeljünk a fokozatos terhelésre, a törzsfeszítők erősítése mellett a lapockazáró izmok erősítésére is fordítsunk gondot. Vászéles terpeszállás, has behúzva, vállakat lazán engedjük le, lapockákat zárjuk. A fejeteket hajtsátok előre, vissza középre és nyújtózás fejtetővel. Hajtsuk oldalt a bal vállunkhoz, vissza középre, nyújtózás fejtetővel. Jobb vállhoz és vissza. Fordítsátok a fejeteket balra és vissza, hát egyenes, has behúzva. Jobbra és vissza.
Terpeszállás, válhoz tartás. Könyökkörzés előre. Majd nyújtsátok a karotokat oldalsó középtartásba, tenyér visszafeszítve, tölcsérkörzés előre. Majd fokozatosan egyre nagyobb körzések magas tartáson át. Az előző gyakorlat hátrafelé elvégezve. Válkörzés indul. Folytassátok tölcsérkörzéssel. Majd karkörzés magas tartáson át, lendületesen. A gyakorlat alatt a has végig megfeszítve. Terpeszállás, bal kar magas tartásban, jobb kéz a tarkón. Bal kar nyújtózkodással egyidejűleg, jobb könyök húzás hátra, lapockazárással. A hát végig egyenes maradjon. Ellenkezőleg, jobb kar magas tartásban, bal kéz a tarkón. Nyújtózkodás és könyök húzás egyidejűleg. Terpeszállás, oldalsó középtartás, tenyerek visszafeszítve. Nyújtózkodás bal karral és vissza, jobb karral és vissza. A mozgást a váll indítja, könyök hajlítás nélkül. Alapállás, labda hátsó mélytartásban. Helyben járás közben a labda érintése sarokkal, miközben erőteljes lapockazárással nyújtózunk lefelé. Has végig behúzva, fejtetővel nyújtózkodás felfelé. Maradjatok alapállásban, labda mélytartásban, bal láb kilépés, támadó állásban, a labda lendítése magas tartásban, a vállak erőteljes hátrahúzásával. Hanyatfekvés, térdek behajlítva, talp a talajon, kezek a csípőn. Mellkas kiemelés, könyök segítséggel, aktív hátizommunkával, két ütemen át megtartjuk. Hanyatfekvés, karok mélytartásban, tenyér a talajon. Csípőemelés lábujjegyre emelkedéssel, erőteljes lapockazárással. A comb és a törzs egyenes vonalat képezzen.
hasonfekvés, oldalsó középtartás, labda a jobb kézben. Törzsemelés, labda átadás tarkó mögött bal kézbe, egy ütemen át megtart és leenged. Tekintet végig a talajon marad. Hasonfekvés, magas tartás, labda a jobb kézben. Törzsemeléssel egy időben, labda átadás 5-ször egyik kézből a másikba. A karokat próbáljuk a fül magasságában felhúzni és nyújtva tartani. Marad a hasonfekvés, gumikötél a kézben, karok hátsó mélytartásban. Bal karnyújtás magas tartásba, két ütemen át megtart, és vissza kiinduló helyzetbe. Ellenkező irányba is végezzük el a gyakorlatot. Következő gyakorlathoz kérjük szülő, testvér, esetleg barát segítségét. A tanuló törökülésben helyezkedik el, bot magas tartásban. A segítő mögötte áll, fogja a bot szélét, jobb térdének oldalsó részével finoman megtámasztja a hát felső részét. Az ülő tanuló aktívan nyújtózkodik, társa felfelé, illetve kissé hátrafelé húzza a botot. A gyakorlatot fokozott óvatossággal hajtsuk végre, alsós tanulók, kizárólag szülő vagy nagyobb testvér segítségével. Hasonfekvés, bot a tarkón, törzsemelés, karnyújtás magas tartásba, vissza tarkóra és a törzs leengedése. A tekintet végig a talajon marad, hasizom megfeszítve, köldököt húzzuk felfelé a gerinc irányába, lapockákat zárjuk össze. Hanyatfekvés, térdek derékszögben behajlítva a levegőben, labda magas tartásban. Fokozatosan emeljük a fejet, a vállat, majd a lapockát a talajról, miközben a labdával a térd fölé nyújtózkodunk. Fontos, hogy az ágyéki gerinc szakasz maradjon a talajon, és a fejet ne hajtsuk előre, tekintetünk felfelé irányuljon. Végezzük el ugyanezt a gyakorlatot balra, illetve jobbra nyújtózkodással, mellyel a ferde hasizmokat is tudjuk erősíteni.
alapállás, labda hátsó mélytartásban. Bal láb kilépés támadó állásban, kisfokú törzs döntéssel, erőteljes lapockazárással és nyújtózkodással lefelé. Hasizom kissé megfeszítve, tekintet előre néz. Ellentétes lábbal is. Ügyeljünk arra, hogy a hát végig egyenes maradjon, ne végezzünk törzshajlítást, mert azzal a hát domborúságát fokozzuk. Következő gyakorlathoz közepes méretű labdát válasszunk. Hasonfekvés, magas tartás, labda a tenyerek alatt. Felgördülés a vállak hátrahúzásával, nyújtózkodás fejtetővel két ütemen át és lassan vissza. A csípő és a comb végig maradjon a talajon. Térdelő támasz, kisméretű labda a jobb kézben. Jobb karnyújtással egy időben, bal láb nyújtás hátra és erőteljes nyújtózkodás. Végrehajtás közben a tekintet a talajon marad, a lábat a csípő magassága fölé ne emeljük. A térdek megóvása érdekében használjunk szivacspárnát vagy összetekert törülközőt. Végezzük el bal karral és jobb lábemeléssel is. Térdelő támasz, labda a jobb tenyér alatt. Bal kar hajlítással ereszkedés alkar támaszba, jobb kar nyújtózkodással előre, két ütemen át. Mellkasunkat erőteljesen közelítsük a talaj felé. Ellentétes karral is végezzük el a gyakorlatot. Hasonfekvés, magas tartás, labda a bal tenyér alatt, támasz a lábujjakon. Bal kar nyújtózkodással egyidejűleg, nyújtózás a jobb sarokkal. A lábujjak végig maradjanak a talajon. Ellentétesen is.
hanyatfekvés, jobb láb behajlítva, mindkét kézzel fogás a tért hajlat alatt, bal láb nyújtva a talajon. Tért húzása lassan a mellkas irányába, 4 ütemen át megtart és lazít. A bal lábat végig próbáljuk szorosan a talajon tartani, hasizmunkat feszítsük meg, a gerinc ágyéki szakasza ne emelkedjen fel. Az előző feladat nehezített változata következik. Ezúttal a nyújtott jobb lábat próbáljuk a mellkas irányába húzni. Továbbra is figyeljünk arra, hogy a gerinc ágyéki szakasza maradjon a talajon. Az előző feladatot hajlított és nyújtott lábbal egyaránt végezzük el bal lábbal is. Térdelő támasz, kilégzéssel kissé domborítjuk a hátat, majd mély belégzéssel erőteljesen homorítjuk. Domborít, és homorít, domborít, és homorít, domborít, és homorít, domborít, és homorít. És középen 4 ütemen át megtart, köldökünket a gerinc irányába felfelé húzzuk, majd lassan leereszkedünk sarokülésbe, és folyamatosan váltott karral nyújtózkodunk, miközben tenyerünket a földön csúsztatjuk.